Köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit! Szemeré János püspök beiktatta Blatnicki János Dániel evangélikus lelkészt Beledben. Mai műsorunkban az ünnepi istentiszteletből láthatnak összefoglalót. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban! Egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és áldásával beiktassuk gyülekezetébe Blatnicki János testvérünket, akit a beledi gyülekezet lelkészéül megválasztott. Hallgassátok meg az ünnepi istentisztelet alapigéjét, amelyet a Biblia olvasó útmutató mai ószövetségi igéjében találunk, megírva találjuk a Szentírásban, a 100. Zsoltár 2. versében a következő. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves lelkésztársak, kedves családtagok, kedves ünneplő közösség, kedves szolgálatba induló lelkésztársam, kedves János. A lelkész iktatási ünnepeken gyakran jut eszembe Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 3. fejezetnek az a része, amikor az apostol egy gyönyörű természeti képen keresztül mutatja be a növekedés csodáját. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Mert gyönyörűen fejezi ki Pál apostol ebben a gyönyörű képben, hogy miképpen is áll szolgálatban, Isten szolgálatában az ember, mi az a feladat, amit neki kell elvégeznie, kifejezi azt is, hogy az egyik szolgálatának és a másik szolgálatának egymásra is kell épülni, egymás szolgálatát is ki kell, hogy egészítsék, de soha nem szabad elfelejteniük, hogy a növekedést mindig Isten adja, az egyházban is. Az egymást követő szolgák feladata, egymásra épülő munkája kifejeződik persze nem csak a természetben, néha az ember alkotta épületek építésénél is. Vannak olyan katedrálisok, amelyek évszázadokon át épültek. Az évszázad pedig azért jó mérföldkő vagy időmérő, mert ez hosszabb, mint az emberi élet. Vagyis generációk követik egymást, és végzik a részfeladatokat az építők, miközben vagy a már meglévő nagy tervet valósítják meg, ami valahol fekszik, talán egy levéltárban, egy templomban, egy biztos helyen őrzik. Ma is van ilyen, már nagyon régóta épülő templom, például Barcelonában a Sagrada Familia gyönyörű épülete, amit a mérnök megálmodott, de befejezni nem tudott. Nagyon-nagyon régóta sokan dolgoztak és dolgoznak még sokáig ezen az épületen is. Ehhez hasonlít az egyház is. Ehhez hasonlít a beledi gyülekezet is. Itt Beleden is nagyon régi gyökerei vannak az evangéliumi kereszténységnek, a luteri reformáció által megérintett közösségnek, hiszen a legrégebbi följegyzések az 1600-as évek elejéről már említenek lelkészeket, akik itt szolgáltak. És tudjuk, hogy ebben a nehéz történelemben volt idő, amikor itt helyben nem lehetett istentiszteleteket tartani. Tudjuk, hogy a közeli Vadosfára is át kellett, hogy járjanak. A gyász évszázadnak nevezett időszakban az itt élő evangélikusok. De afelől kétségünk nincs, hogy Isten akkor is munkálkodott. És lehetne elővenni a régi névsorokat, az elődöknek a nagy sorát. Én magam is szívből örülök annak, hogy páran itt is vagytok, itt vannak a régebben itt szolgáló beledi lelkészek közül is. De lehetne a régebbiek közül is említeni nagy neveket. Például azt, hogy itt ebben a gyülekezetben szolgálatot végzett egy korábbi püspökünk is, Gyurács Ferenc például. És lehetne más nagy neveket mondani, de nem azért hozom szóba, hogy önmagában a nagy neveket emeljük magasra, hanem hogy jelezzük azt, hogy mindegyikük ugyanannak az Úrnak a képviseletében,
szolgálatában végezte munkáját itt, ezen a településen vagy a közelben. Persze, amikor az ember egy lelkészi szolgálatba induló helyzetébe gondolja bele magát, itt több lelkész is átélte már ezt, én személy szerint is, amikor rám nehezedett az, hogy mikor megyek föl a szószékre, akkor bizony sokakat előttem járt kollégákat, Isten szolgáit követem, és hitünk és reménységünk szerint Isten ügye sokkal nagyobb annál, mint a mi emberi időnk, reménységünk szerint majd utánunk is végzik ezt a szolgálatot mások. Mert Istennek gondja van népére, az evangélium örök beszédére. Igen, nagy felelősség. De nem azért hozom ezt szóba, hogy a felelősségnek a súlya nyomja agyon a szolgálatba indulót, hanem azért, hogy kifejeződjék az is, hogy Isten kezében vannak a mindenkori szolgák. Nagy megtiszteltetés, hogy Isten úgy rendelte, hogy embereket használ föl az ő jó hírének továbbadásában, ősi idők óta. Ő hatalmában állna, hogy másképpen rendelkezzen, vannak a Bibliában ilyen utalások is, hogy akár a kövekből is támaszthatna fiakat, vagy akár prófétákat. Tudjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Annál nagyobb megtiszteltetés, hogy igéjét szólhatjuk, hogy arról mi magunk is tanúságot tehetünk. A magunk által megtapasztalt, Istennel átélt élményeket, a Krisztusban megtapasztalt újulást megtapasztalva szólhatunk az élő Úr képviseletében. A legnehezebb és a legnagyobb felelősséggel teli mondat, amit azt gondolom minden Isten tiszteleten elmondunk, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mert az ő nevében szólunk és igyekszünk tanúskodni hitelesen és tisztán az ő evangéliumáról, jó híréből. Az élet Istenének követei, a lelkészek, így Blatnicki János lelkésztestvér is, az ő követeként érkezett beledbe, az ő követeként, és persze azt is tudjuk, hogy minden egyes történet, minden egyes váltás, minden egyes szolgálatba indulás külön történettel bír, a tiéd is, amit nyilván most itt nem fogunk külön megbeszélni, de azt hagyd mondjam el, hogy tudom, a belediek is, az egyházmegye is, az egyházkerület is nagy örömmel, reménységgel várt, fogadott, és kívánjuk valamennyiünk nevében, hogy Isten áldja meg itt végzett szolgálatodat, mert szükség van rád. Az élet Istenének követeként jössz, az evangélium hírnökeként. És ezt jó elmondani egy olyan napon, amely az egész Európában és a világon a megdöbbenés napja. Hiszen többen nyilván hallottátok, hogy milyen borzalmas terrortámadás sorozat volt Párizsban, ami az egész világot megrendíti, mert vannak, akik a halál követei ebben a világban, és az emberekben a félelmet próbálják fölébreszteni. Fontos tudni, hogy mi az evangélium az élet hírnökeiként. Nem csupán a földi, hanem az örökké valóság dimenziójában a jó hír követei lehetünk, akik arról beszélhetünk, hogy Isten egészen más gondol a világról, hiszen ő nem elpusztítani akarja, mert kegyelméről már az özönvizet követően számtalanszor tanúságot tett. Az élet, a világ megmentése a célja, az emberek megmentése a célja, és ezt a jó hírt próbáljuk elmondani embereknek itt Beleden, a Soproni Egyházmegyében, a Dunántúlon és az egész egyházban, Magyarországon, és nyilván a testvéregyházakban is követei próbálunk lenni ennek a jó hírnek. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, mondja útmutató Zsoltárunk, vígadozva járuljatok színe elé. Én magam is ezt kívánom teljes szívemből, hogy ez az öröm töltsön be itt Beleden téged, feleségedet, családodat, szeretteiteket, hogy örömmel szolgálhassunk az élet Istenének, a Krisztusban földre jött Úrnak, aki elküldte követeit, és akiknek hosszú generációkon keresztül te magad is egy hírnöke vagy. A nagy sorban egy kicsi kis eszköz vagyunk valamennyien,
de örülünk, hogy az örök Isten kezében lehetünk, hogy róla beszélhetünk, róla tanúskodhatunk. Isten áldjon meg téged ebben a szolgálatban. Amen. Testvérem az Úrban, Blatnicki János, az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek. Elhatároztad-e, hogy vállalod a beledi gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként, a reád bízottak pásztoraként, teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed, elhatároztad-e? Elhatároztam. Ennek bizonyságául add jobb kezedet. És vedd át a beledi gyülekezet lelkészi meghívó levelét. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szent szolgálatra. Énekeljük el orgona kíséret nélkül a Jövel Szent Éle Úristen kezdetű énekünket. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úr Jézus Krisztus, te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére, és te készített fel őket szolgálatodra, szent lelket sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk, szánd meg népedet, és hívd el Blatnicki János testvérünket egyházad építésére. Áraszd ki rá szent lelkedet, hogy lelkészi szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hitettségére te benned, aki az Atyával és a Szent Lélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a pásztori szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a beledi gyülekezet meghívására, az egyház megye felkérése alapján, valamint kijelentett elhatározásod, kézadásod alapján beiktatlak a beledi evangélikus gyülekezet lelkészi hivatalába, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom a beledi gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus Krisztus népét. Ne kényszeredetten, hanem örömest. Ne haszonlesésből, hanem odaadóan. Ne uralkodjál a reád bízottakon, hanem légy a gyülekezet példaképe. Hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyerd az örök élet koronáját. A beledi gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom Blatnicki János lelkész testvérünket az Úrban.
tiszteljétek és becsüljétek őt, az egyház urától rendelt előjárótokként, hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istenen megőriz titeket fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, szolgatársamat és testvéremet az Úrban. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet tervezek, nem pedig romlást. Szövetséget kötök veletek, s megadom nektek azt, amiben reménykedtek. Ámen. Ezt mondja néked az Úr. Elég néked az én kegyelm, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Blatnicki János Dániel evangélikus lelkész ünnepi igehirdetéséből láthatnak részletet. Keresztény gyülekezet, ünneplő testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom pontosan mit élhettek át a tanítványok, amikor ott ültek kicsit magukba roskadva, mérlegelték az eseményeket, amiken túl vannak. Lehet, hogy próbálták megmagyarázni a dolgokat, legalább a maguk számára valahogy fogyaszthatóvá tenni az eseményeket, hogy az Úr Jézust elveszítették. És talán eljutottak arra a pillanatra, amikor azt mondták, hogy úgy látszik nem voltunk rá alkalmasak, hogy megvédjük. Úgy látszik nem voltunk rá méltók, méltatlanként. Hogy fogunk kimenni az utcára? Nem egyszerűen igét hirdetni, nem bizonságot tenni róla, egyszerűen csak emberként kimenni az utcára és azt mondani, hogy itt vagyok. Azt gondolom, hogy úgy lép föl egy lelkész a szószékre, hogy kimondja azt, amit a tanítványok kimondhattak. Méltatlan vagyok erre. Ezt most fogom bizonyítani is ebben az igehirdetésben. De trauma érte a tanítványt. Nem erre készültek, nem ez volt megbeszélve, nem ez volt a terv. Nem az volt a terv, hogy az Úr Jézus egyszer csak elhagyja őket, ráadásul ilyen tragikus körülmények között. Magunkra maradtunk, és nincs, aki segítsen. Nincs, aki megmentse őket, nincs, aki megerősítse őket, kiemelje őket a nehézségből. Mert hogyha az Úr Jézussal ezt cselekszi a világ, hát akkor ilyen tapontat sem tehetünk. Ez egy veszélyes hely. Püspök úr már utalt erre, ez egy veszélyes hely. Ez egy veszélyes üzem ebben a világban lenni, élni. Az Úr Jézus tanítványai pedig azt élték át, hogy de jó volt ő mellette lenni. Jézussal jó volt, Jézussal biztonságos volt, békességes volt. Az evangéliumok leírják azt, hogy az Úr Jézus halála után a tanítványok, mintha mindent elfelejtettek volna. Mindazt, amit láttak, tapasztaltak, hallottak, mindaz, ami megerősítette őket, mindaz, ami miatt jól érezték magukat az Úr Jézus mellett, mintha elszállt volna a gondolataik közül, az emlékeik közül. Amit tanultak, ami erőt jelenthetett volna, és maradt a teljes összeomlás, a félelem, tanácstalanság, összegyűltek, ki tudja, miről beszélgettek, és az Úr Jézus megjelenésekor bizonytalankodnak, hogy igaz-e. Vagy viszik a hírt Tamásnak, képzeld el, látod, nem hiszem el. Mintha nem is létezne Isten. Mintha nem látták volna számtalanszor az Úr hatalmát és erejét. És akkor az Úr Jézus megállhatna középen, és azt mondhatná, na tessék, ezek az én tanítványaim. Hát én ezekre akartam bízni valamit, hát mire lehet velük menni, nem lehet velük kezdeni semmit. Néhány nap, és már el is vesztették a hitüket. Nem a ragaszkodásukat, nem a lelkesedésüket, a hitüket. De nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy békesség néktek. Erre szükségetek lesz. 3 napra elhagytalak benneteket, és már minden békétlenné vált. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy békesség néktek, az olyan szimpatikus is talán. Az Úr Jézusnak ez olyan nagyon Jézusok belépője a tanítványok közé, de vagy mit akar ez jelenteni? Vagy akik ma hallgatjuk az Úr Jézusnak ezt a megszólalását, békesség néktek, ma éppen a mai napon hallottunk róla. Vajon miféle békességre vágyik az ember? Vajon a lelkészi szolgálatban mire készüljön az, akire az van bízva, hogy igét hirdessen? Milyen békességet vágynak az emberek? Talán csak annyit, hogy hagyjanak békén. Talán ez a legjobb.
El vagyunk mi magunk gondolataival, szándékaival, terveivel. Rengeteget tapasztaltunk már ahhoz, hogy ne lepődjünk meg akármi. Rengeteget tapasztaltunk ahhoz, hogy jól tudjunk mérlegelni, jó döntéseket hozunk, kiismerjük egymást, kiismerjük a barátainkat, az ellenségeinket. Előre megmondjuk ki az, aki barát és ellenség, mint valami jó ösztön. Ha tehát békén hagynak, az lesz a legjobb. Akkor minden rendben lesz. Az Úr Jézus megjelenik a tanítványok idézelvetett seregek között, és azt mondja, nem hagyok nektek békét. Ha békén hagynálok benneteket, akkor azonnal pusztulnátok. Ha én kiteszem a lábamat, összeomlik minden. Kétszer is elmondja ezért, hogy békesség néktek. Nem lehet az embert csak úgy békén hagyni, mert nem fog működni. Nem születik békesség csak úgy magától. Nem születik békesség, ha az embert magára hagyják. Nem születik öröm, hanem csak süllyedés lesz. Nézzük a tanítványokra, a testvedés. Hajlanak erre ők is. Mennének inkább halászni, vagy valami egyéb elfoglaltság, ami elviszi a gondolataikat Jézustól messzire. Új gondolatot keresni, azt bárki megteheti. És milliónyi új gondolat van körülöttünk, de bennünket megváltó Úr Jézus egyetlen egy van. És ha kell, akkor oda tolakszik. És ha nem kell, akkor is oda tolakszik. Azt gondolom, hogy amikor ma a lelkész szószékre áll, vagy bárhol igét hirdet, akkor ezt próbálja az Úr Jézus a szívére helyezni, vagy a vállára helyezni valamint valami jármot. Engem kell, hogy hirdes. Ő áll meg középen, miközben a tanítványok félnek, még csak kimenni is félnek, zárt ajtók mögött vannak. Hiszem, hogy az Úr ma is középre áll. Hiszem, hogy amikor zárt ajtót talál, akkor az nem azt jelenti számára, hogy na ide sem látnak engem szívesen, akkor elmegyek odébb, hanem ide kell nekem bemennem. Nem mellékesen szeretne beleszólni a dolgaimba. Életbe vágó ugyanis, hogy a tanítvány lássa ott középen a mester. Ne egymás arcát, ne egymás bizonytalankodó arcát, ne egymás hitébe akarjuk kapaszkodni, ne egymás hitetlenségébe, vagy eljátszott hitébe. Hát nekünk mesterünk van. Nekünk Úrunk van, aki életét adta értünk. Ha valamit akar a tanítvány, azt mindenképpen megtapasztalta. Ha valamit keserekedett, akkor azon biztos keserekedett, hogy na de hát ő meghalt, és akkor föltelti a kérdést, miért? És marad a szégyen jelentő mondat, hát én értem. Vagy én miattam. Azt mondja az Úr Jézus, amikor én vagyok közöttetek, akkor lesz békesség. Egyébként nem. Akkor vagytok egyház. Akkor vagytok gyülekezet. Én vagyok középen. Ha majd minden összeomlik, ha majd nem tudsz a másik szemébe nézni, ha majd félsz, hogy a másik nem mer rád nézni, ha majd bizonytalankodsz, ha majd azt mondod, hogy nem ér semmit az egész, nem kell sehova sem tartozni, jusson eszedbe, hogy én mit vállaltam. Enélkül ne is induljatok útnak, márpedig útnak kell indulni. Néhány mondat ez az ige csupán, amit a meghívóra is fölírtunk. Ő útnak indít. El kell indulni. Méghozzá súlyos igazsággal a szívetekben, tökéletes meggyőződéssel, és meggyőző erővel kell neki menni akár az egész világnak is. És ezt az az Úr mondja, aki pontosan ismer bennünket, mint szolgákat. Nem mondja, aki talán hangosan, de minden bizonnyal ott van az ő gondolkodásában, hogy nem fog nekik sikerülni. Nem fog menni. Olyan terhet akasztok a vállukra, olyan terhet helyezek a szívükre, olyan igazságot, amit nem bír befogadni ez a világ, nem fogják tudni. Vegyetek szent lelket, és azt meglátod, hogy menni fog. Vegyetek szent lelket, és csodálkozni fogsz. Ezek olyan emberek, a tanítványok, az ige hirdetők, beszéljünk magunkról, állítsuk magunkat falhoz, alázatos szívvel. Ezek tudnak önterté lenni, ezek tudnak bántani is, ezek tudnak visszaütni is, gyávák is tudnak lenni, kétségbe esettek is, meghurcoltak is tudnak lenni, megvetettek is tudnak lenni. Mikor fognak ezek szeretni? Mikor fognak ezek szeretni Krisztus? Hogyan fognak emlékezni majd arra, amit én kimondtam? Ahogyan elküldött engem az Atya, és úgy küldelek titeket,
vagyis hogy én szeretetből érkeztem. Mikor fog győzni bennük? Vegyetek szent lelket, hogy győzelem legyen. Hadd fejezzem végig az igét. Különös mondatként került az elém ez a rövid két szó, hogy vegyetek szent lelket, adatott erre a mai ige hirdetésre. És úgy szólítja meg a tanítványokat az Úr Jézus, mielőtt még az aggályaikat elkezdhetnék végig gondolni, mielőtt még elkezdhetnék összerakni a képet, amit éppen látnak, hogy megjelenik az Úr Jézus, és mellé rak mindazt, amit éppen végig szenvedtek az elmúlt napokban, hogy minden tönkrement, vagy mint ige hirdető, hogyan is hirdethetném én az Istennek örök életről szóló beszédét a gyülekezetben, hogyan vehetném azt számra, hogyan vehetném ez a bátorságot. Lehet, hogy valaki legyíten erre, hát semmit nem számít, prédikálsz és aztán jól van. De hogyan lesz abból élet? Nem azért szólította meg a tanítványokat az Úr Jézus, és nem azért indította őket útnak, hogy beszéljenek a világgal, hogy mondjanak nekik valamit, hanem hogy abból élet legyen. Vegyetek szent lelket, és akkor abból élet lesz. Vegyetek szent lelket, és majd ő elvégzi. Imádkozzatok, ezt kérem ma, itt szószéken, imádkozzatok, hogy adassék nekem az ige, hogy adassék a lélek, hogy abból élet legyen. Hogy adassék minnyájunknak hit és bizonyosság, hogy az Úr itt jön velünk, és az ér rá. Elküld, és az ér rá. Mutatja sebeit, hogy arra mindig emlékezzek, és éljen. Ámen. Hálát adunk, Úr Jézus, az igéért, amivel megszólítasz bennünket a mai napon is. Hálát adunk azért, mert te vagy, és szeretsz bennünket. Hálát adunk, mert ebben mindig bízhatunk. Urunk, add azt a szent lelket, hogy bizakodásunk erősödjön. Valóban a te neved dicsőségére örömben szolgálhassunk ebben a világban. Szólhassuk és hallgathassuk a te igazságodat. Mert azt akarod, hogy hozzá találjunk nap mint nap, és éljük örökké. Ámen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai ünnepi istentiszteleten, és tényleg hálás szívvel szeretném megköszönni a benedi gyülekezetnek, hogy elfogadnak bennünket, feleségemmel, családommal együtt, és itt szolgálhatunk, és lehetünk az Istennek szolgálja ebben a gyülekezetben. Szeretném megköszönni mindazt a szeretetet, amit eddig kaptunk a gyülekezettől, azt a mellénkállás, azt a közvetlenséget, azt a nyitottságot, amivel fogadtak bennünket. Szeretném azt is megköszönni mindazoknak a testvéreknek, akik a mai napnak a megrendezésében részt vettek, és segítségükkel, áldozatos munkájukkal, mindazon, amit beleáldoztak ebbe a mai napba, azért, hogy minden a helyén lehessen, és tényleg örömmel ünneplő gyülekezet lehessünk. Hálát adok ezért, és nagyon szeretném ezt megköszönni magam, a feleségem és a családom nevében is. Isten áldását kérem a gyülekezet életére is, és kérem a gyülekezet imádságát önmagamért, a lelkészi szolgálatomért, családom, feleségem és családom szolgálatáért. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megtiszteltek azzal, hogy eljöttek erre a mai ünnepi istentiszteleti alkalomra. Szeretettel hirdetem, hogy istentiszteltünk végén a záró imádság és áldás után ünnepi közgyűléssel folytatjuk majd együttlétünket, amelyet majd felügyelőnünk fog vezetni. Isten áldása legyen életünkön, a mai igén, istentiszteltünkön és hirdetésünk minden pontján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Márton beletben. A tornacsarnokban számos program várta a gyerekeket és a szülőket. Volt légvár, óvodások és iskolások műsora, gólyalábos kalózok, táncshow és bűvészt is elkápráztatta a beledi gyerekeket. Márton nagyban lipát teszünk, és egész évben nem éhezünk. Hagy a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Erzsébet harázogatja Dunáját, seberhetjük havas házunk utcáját. Akartalunk köpogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok vérdisznónak. Disznótorban
napján lipát teszünk, s egész éppen nem éhezünk. Ha a csontja hosszú fehér, hova borít minket a tél? Erzsébet parázogatja dumláját, seperhetjük havas házunk utcáját. Hatatlanik a bogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok vér disznónak. Disznótorban sürgünk, forgunk, palacfület ropogtatunk. Márton napján lipát eszünk, Márton napján lipát eszünk. Visszakérem
Márton nagy rallibá beszünk, s egész évben nem éhezünk. Hát a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Erzsébet harázok atya tunnáját, seberhetjük havas házunk utcáját. Hakatalin kopogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok vérdisznónak. Disznó torban sürgőn fordunk, balacfület ropogtatunk. Márton napján libát eszünk, Márton napján libát eszünk. Magán libát eszünk, s egész évben nem éhezünk. Hagy a csontja hosszú fehér, holva borít minket a tél. Erzsébet harázogat a Dunáját, seberhetjük havas házunk utcáját. Hakatalin kopogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mond. A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beledi Ifjúságért Egyesület közös rendezvényén felléptek a bodóhelyi showtáncosok. Részletet láthatnak műsorukból. Yeah.
Nyugdíjasok művészeti találkozóját rendezték meg Beledben. A fellépő csoportok vidám jeleneteket, verseket és népdalokat adtak elő a művelődési központban. A mai korban a nyugdíjas szövetségek ezek nagyon aktívan működnek, és a megyében is nagyon sok olyan nyugdíjas klub van, amelyik művészeti tevékenységet is végez. És ennek a mai napnak az a célja, hogy megismerjük a más nyugdíjas klubok munkáját. Minden éven figyelünk arra, hogy azok, akik többször jöttek hozzánk, tehát mellettük mindig legyenek olyanok, akik először vesznek részt a programunkon, és nagyon, évről évre nagyon szép műsorokat láthatunk. Kik azok, akik először vannak itt? A Csornai, a Mária Kálnök és a Győr Újbaráti nyugdíjas csoport van idén először. A kisfaludiak azok 11 éve járnak hozzánk, az első évben nem voltak, 12 éve rendezzük meg ezt a rendezvényt most már, és a Fertőszent Miklósiak is, ahogyan számolom, körülbelül 8 éve járnak hozzánk. És
ugye ez a két klub, a Kisfaludi és a Fertőszent Miklós között olyan jó kapcsolat alakult ki az évek során, hogy egy évben többször is ellátogatnak egymáshoz. Tehát kialakult egy szoros barátság, amit lelkesen nápolnak a klubok. A rendezvény jó a városnak, jó a közönségnek, hiszen a várost megismerik az ideérkezők, és mint hallottuk, hát váltják egymást, tehát mindig vannak új tagjai ennek a fellépésnek. Ez azt is jelenti, hogy így a város nevét is lehet öregbíteni, tehát a hírnevét meg lehet ismertetni Beledet, de a bevezetőkbe lehet hallani más települések történetéről, szokásairól is. Igen, bemutatjuk a csoportokat, és ők sokszor hozzák a kis leírásukat, a településüket is bemutatják. Így mi is bepillantást nyerhetünk az ő településük életébe. Fontos az, hogy a belediek is mennek, tehát nagy kedvel mennek különböző rendezvényekre a helyi nyugdíjas klub tagjai is. Ön is többször elkíséri őket. Mi a tapasztalat máshol? Hát én azért annyiszor nem kísérem el, ahányszor szeretném, de az a tapasztalatom, hogy mindenhol nagyon a nyugdíjasok nagyon színvonalas műsort adnak elő, és nagy szeretettel vannak egymás iránt. Tehát mindenhol a szeretet övezi az érkezőket is, úgyhogy mint ahogyan nálunk is. Köszönöm. Mai műsorunkban részletet láthatnak a fellépők műsorából. Most pedig a Csornai Iris Nyugdíjas Egyesület műsorát fogják látni. Az Egyesület 42 éve alakult, és 2 éve, illetve gondolom a Nyugdíjas Klub 2 éve egyesületi formában végzi tevékenységüket. Rendkívül gazdag programmal, egyesületi élettel a városuk érdeklődő nyugdíjasait szeretettel várják. Szívesen vesznek részt városi rendezvényeken, programokon, széleskörű a kulturális palettájuk, mint mondtam, közkedvelt szereplői, más települések és intézményi rendezvények műsorainak vezetőjük Németh Győzőné, a most következő jelenet szereplői Kun Józsefné és Homoki András, a jelenet címe pedig Gomba pörkölt. Fogadják őket szeretettel! Kinyitott-e a szemét? Jó reggelt, Ciha bácsi! Jó reggelt! Csak hogy magához tért. Üdvözlöm, doktornő! Ugye ma szerda van? Hát honnan tudja? Mindig szerdán szoktam magamhoz térni. Hát ugyebár szombaton leszedi az ember azt a gombát, vasárnap megeszi az ember azt a gombát, szerdán magához tér. Csütörtökön lábadozik, pénteken kiírják, szombaton megint mehetek gombát szedni. Azért ez mégiscsak sok, Cina bácsi. Nem fél, hogy egyszer rá fizet? Már hogyan fizetnék rá, Kisztiha? Még 3 gyomormosás, aztán jubilálunk. Meg lesz a 25. gomba mérgezése. Ezüst lakodalom! Csak kérem tisztelettel, szóval. Az az igazság, hogy én ezt valamikor régeségen megtárgyaltam a mentősökkel. Jó előre! Na fiúk, én áprilistól októberig minden vasárnap rohadt összeesek, aztán akkor csak is, ha itt a főorvos nőzni felálljatok, mert az úgy pumpál, a jó Istenke aranyozza meg a pumpáját. Ciha bácsi, ide hallgasson. Miért nem, újra mondom, miért nem megy a piacra gombát venni? Nem telik talán? Jaj, ne tessék már ilyet mondani. Iparos ember vagyok én. Szakképzett szitakötő. Még ha nyugdíjas is. Meg aztán nem bízom én ott a balkofa népségbe a piacon. Huncut annak még a fajtája is. És azért mégiscsak más, amikor az ember saját kezével szedi le azt a tagombát illatos erdőn, édesen bordítozó stiglincek közepette. De hát
ember nem tudja, hogy melyik az a mérges gomba. Tessék, már nekem ilyen bordember, aztán mindjárt rögtön én is kérdezett lehet. Hát már honnan ismernék? Tudom, még a Deák nevét is. Ott van például a bókáira vagy Kosdebröle. Latinul, casus obeundi. Ha kérem, olyan mérges, hogy szembeköpi az embert, hogyha leszedik. Közben randán vinnyogó neszeket hallva. Érdekes. Há, ez még semmi. Ott van a süveges nyugönc. Latinul exitus lethalis. Ha kérem, húsevő gomba. Apróbb madaraknak egyszerűen csak úgy utána repül. Méghozzá fogcsattogtatva. Fantasztikus. 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 Jó. Hát kérem, tisztelettel. Megnyalom már mind a két kezemet. És maga? Melyik gombából egyet? Mindegyikből kis tihan. Mert egy gomba, jó gomba pörkölt az olyan, mint a jó halászlé. Többféle kell bele. De aztán meg is nyalja az ember mind a 30 ujját. De hát, Ciha bácsi, az embernek csak 10 ujja van. Eredetileg. Bizonyos mérges gombák hatására azonban átmenetileg megtöbbszöröződhet. Ez rémes. Rémes. És mondja, Ciha bácsi, legalább jó egy ilyen gomba pörkölt. Jó. Na, már hol volna jó? Hollan az íze, mint egy avarkori temető. Langyos szappan szózva. Az Isten áldja meg. Akkor miért teszi? Miért? Miért? Mert szeretem! Az Ez Istennyi Nyugdíjas Klub műsorát láthatják, akik most Budapest, Budapest, de csodás címmel egy nosztalgia összeállítást hozott ma a mai műsorra. A Nyugdíjas Klub 18 éve alakult, Velegváros egyik legrégibb kulturális egyesülete. Tevékenyen részt vesznek a beledi kulturális életben. A Művelődési Házzal közösen két rendezvényt jegyzünk, a Nyugdíjas Olimpiát és ezt a nyugdíjas művészeti találkozót, amit idén 12. alkalommal rendezünk meg. 2-3 hetet vannak a klub foglalkozások, és rendszeresen járnak más települések kulturális programjaira, és szívesen járnak a balatoni nyugdíjas programokra is. Fogadják őket szeretettel. Budapest, mi nekünk a világ, a Dunát mennyi híd öleli át, fenn az égen a hold és a sok teli volt, csoda szép ragyogás. Budapest, Budapest, te csodás! Volt egy édes kis zug Budán, csak szerelmes járt ott csupán. A fák alatt édes padok, úgy ragyogtak a csillagok. A szép nyári szerelmeket elfeledni sosem lehet. Volt egy kislány, faluról jött fel ide, én mindig ezt súgtam a fülibe. Lebegni Horváth kertbe Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a színkörből a
Akkor az első csillag kigyúr, kicsike babám hozzám simul. Én most mesélek valamit. Ott, ahol most a hinta száll, Déri nének a szobra áll. Volt egy régi öreg faház, körülötte sok kocsma száz. Fejbe szállt a könnyű ital, innen indult a nyári dal. Mi Pestre vitt hajnalban az alagút, másnapra mindenki így kért rendezvút. Legyen a horvát kertbe Budán, szabadon este fél nyolc után. Kiszól a színpőből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertbe Budán, szabadon este fél nyolc után. Mikor az első csillag kigyúr, kicsike babám hozzám simul. János legyen, fenn a János hegyen, estére oda várom. János nekem, nehogy álmos legyen, mert én azt ki nem állom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom. János legyen, fenn a János hegyen, estére oda várom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom. János legyen, fenn a János hegyen, estére oda várom. Mindig a nemzeti előtt ott várta a fiú, a nő. A hirdetési oszlopot kétszer is elolvasta ott, míg végül a lány halkan odaoson, gyalog jött vagy villamoson, a lovagjához odalép, a szerelem, de csoda szép, hát kérem. Hétem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az ember cigány a zenél, ha nem jön el szívem, de fáj. De hol lesz, ugye vár, ezen, hogy jön-e már, iránk egy icike, picike, mozivár. Hétem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos mi csuda. Mindegyünk
igen, nem baj, ugye, Rozi? Messze majd az a mozi, de ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Kis Duna áll, nagy Duna áll, gyöngyös fodros havja. Csupa ragyogó hajnali fény, csillog, villog rajta. Arany, patkor és sarkantyú, járjad lábam, járjad! Sárgat a ló, sárgat a pár, vár a csókon vár. A belőli műsor után riportot láthatnak a Vásáros Folói volt tejcsarnok felújításáról. Az épület tetőszerkezetét az erdélyi Székelyvajáról érkezett szakemberek szinte teljesen újjáépítik. Marosvásárhely mellől érkeztem, Székelyvajába, a nevem Nagy Miklós István. A fiammal jöttem és az egyik barátunkkal, aki készített 2002-ben a Székelykaput. Ugyanaz a csapat van itt jelenleg. Megjött egy öreg úr megnézni a kis alföldöt, hogy hogy is néz ki. Szeretettel elhoztuk, hogy lássa is, hogy mi is rejlik ebbe a szép, gyönyörű országba. És mióta vannak kapcsolatban a Vásáros faluval? A Vásáros faluval kapcsolat 2000-ben kezdődött. Ők látogattak meg előbb minket, aztán mi szállásoltuk el, és akkor elvittük ugye a Székelyföldre, ott aztán látták meg a csodálatosan készített kapukat, aztán akkor az akkori alpolgármester asszony Tompáné Balog Mária volt akkor az akkori fiatalokkal ott kint, aztán mi megígértük, tehát én megígértem személyesen, hogy majd készítünk nekik egy székelykaput ide, ahova adja lehetőség. Aztán kétkedve fogadták, de amikor aztán megjelentünk 2002-ben, mire ők is előkészítették az anyagokat, egy hónapi kitartó munkával négy személy aztán sikerült elkészíteni, meg aztán átadni a nyilvánosságnak ezt a kaput.
Ugye a kapcsolat nagyon élő, tehát önök is jönnek ide, vásáros falusiak is mennek ugye önökhöz, de ilyen munkát akár itt, ezen kívül végeztek, vagy akár vásáros falusiak önöknél? Tehát segítettek-e vissza például? Hát például a 2003-ban, 4-ben épült kultúrotthonunknál hatható segítséget nyújtottak. Minden második évben, mikor jönnek, támogatották a fúvós zenekarunkat, amely 21-22 tagból áll, már mindig azzal jövünk, mikor mi vagyunk a sorba, minden második évben, meg aztán őszintén a most legutajára az utóbbi 2-3 évben a halottas házunknak az elkészítését az egyházat támogatták, hogy azt tudjuk befejezni, már megvan kezdődve már kb. 2-3 esztendeje. Most milyen munkát végeznek vásárosban? Hát én nem is tudom ennek az épületnek mi a neve, de biztos a középületekhez tartozik, mit van a faluház mellett, aztán mindig behullott a hó, aztán panaszkodott a polgármester úr, meg a Mária, hogy milyen gondok vannak, aztán megígértem, hogy ahogy adódik alkalmunk, eljövünk, levesszük a tetőt, behúzzuk a fóliából, meg aztán egy kis eresztést teszünk, hogy a hóviharom a havat ne tegye oda az ajtó elé. Önöknek ez szakmájuk? A helyzet az, hogy nekem a 90-es évek elején volt egy vállalkozásom, ami még most is működik, az építkezéssel foglalkoztunk, meg javításokkal, középületeket, meg bármilyen épületeket megjavítottunk, vagy felépítettünk az alaptól a tetőig. A fiam meg fafaragó, az alapszakmája, amit Korondon az egyik nevezetes székelyfaluba 3 éves szakiskola után sajátított el, de most a más szakmát választott, ugye lehet, hogy megélhetőség, most talán, ha helyesen fordítom, fővadász állásban van, és most az folytatja. De sikerült egy pár nap szabadságot kivenni, hogy eljöjjünk és a megígért munkát elvégezzük. Szívesen jönnek, szívesen dolgoznak? Hát nézze, egy élmény, mikor idejünk, főleg ez a hosszú út, ha bár monoton, majdnem szűk 800 kilométer, de egy élmény. Ugye itt aztán akkor a vásáros falusiaknak ugye ezt a lelki odaadásukat, hogy mennyire szeretettel fogadnak meg, aztán mit esztek, mit isztok, ez valami csodálatos, elképesztő. Igaz, mikor hozzánk jönnek, mi is megpróbáljuk ugyanezt így viszonyozni. Ugye hamarosan itt vannak az ünnepek, hiszen az adventi időszak gyöngyel 2 hét múlva elkezdődik. Készülnek önök is erre? Hát Erdélyben természetesen készülünk erre. Ugye mi a művédékünkön reformátusok élünk többségbe, de ugye a rokonvallás a itteni, hogy is Sanyiéknak advent, nem advent. Ugye katolikus van még, meg evangélikus, református. Igen, Sanyiék evangélikusak, mi meg reformátusok, hát egy az anyavallás. Mi is készülünk természetesen az ünnepekre, a szent ünnepre, a karácsonyra. Aztán ugye ez egy élő kapcsolat, visszatérve az előbbi kérdésére önnek, minden családnak megvan az itteni helyi kapcsolata. Ugye most nem neveznék meg senkit, de körülbelül 25-30 család van innen, és 25-30, aki nem azt mondom, hogy napi, de heti kapcsolatot telefonon, interneten biztos, hogy tartsa. Aztán még mik odajönnek, akkor azok a családok fogadják, közös vacsora, közös kirándulás, de az alvás, az étkezés mindig azoknak a családoknak testvér kapcsolat. Tehát ez egy élő kapcsolat. Nem úgy, hogy oda megyünk, aztán elmegyünk a szállodába, aztán akkor onnan vissza, aztán láttuk, elköszönünk. Ez ott alusznak, ott lássák meg, hogy élnek az ottani emberek, mi itt lássuk, hogy hogy élnek itt az itten emberek. És mikor mennek vásáros falusiak legközelebb önökhöz? Legközelebb, mert az idén mi voltunk itt. Mi voltunk itt, nem tudom, hova is voltunk elhívve, de szép, ja igen, a Fertőtónnál voltunk, már megpróbáltak ők is olyan helyre vinni, ahol, amit még nem láttunk, és hogy érezzük jól magunkat, a jövőben meg ők jönnek, talán most a polgármester úr elárulta, hogy június végén, július elején, aztán kértem, hogy olyan programot tudjanak megszervezni, ahol esetleg, ahol még nem jártok, és jól fogják érezni magukat.
És még a végén még annyit el szeretnék mondani, hogy ezelőtt 2 évvel a polgármester úr elmondta, hogy a templomot szeretnének építeni, és amivel én azt vállaltam, hogy amelyik nekik mondjuk borzasztó költséges lenne, mondjuk a falaknak a felhúzása, vagy az egésznek a befedése, 3-4 szakemberre szintén kijönnék, amennyi ebbe az autóba befér, amit a hátunk meget van, azt hiszem 7 személy, és akkor 3-4 napot besegítünk, vagy a fedelet tesszük fel a templomnak, hogy ne kerüljen annyi pénzükbe, vagy az alapot a téglafalakkal. Köszönjük. Kérem szépen. Polgármester úr, imént beszélgettem az Erdélyből érkezett barátaikkal, akik hát szívességet téve eljöttek és segítenek önöknek egy komoly munkában. Hát milyen munkát végeznek el, mit újítanak fel az erdélyi barátaik, ismerőseik? Az erdélyi barátaink ezek számos alkalommal megtették azokat a nagyon hasznos lépéseket, amiket még nem győzünk nekik megköszönni. Ugye kázték a Székelykapuval, a Székelykaput is ingyen bírmát be. Faragtak csupán szeretetből. Én azt nem mondom, hogy mi nem segítünk rajtuk, persze segítünk, de fizikai munkát, meg ilyen, hogy mondjam, ilyen másteri munkákat mi nők nem tudunk végezni. És mivel, hogy elég gyakran találkozunk, ugye szó volt róla, hogy van nekünk ez a tájcsarnokunk, igazából egy jó kis klubhelység lenne, de több gond is van vele. A fő gond az, hogy télen a tetőre bemegy a hó, befújja a szél a havat, és mivel a padlásfeljáróra nincs, lehajni nem lehet, leszórni nem lehet, olvad folyik a nyakunkba, és a Miklós barátom tett egy olyan ígéretet, hogy ha nekünk az megfelel, akkor ők egyszer egy ilyen kiruccanás keretén belül eljönnek, és megcsinálják ezt a tetőt. Na, aztán elérkezett ez a nagy nap, eljött negyed magával, és kitűnő munkát végezve, hogy nézem, körülbelül szerve csütörtök, végezni is fognak vele. Újra cserepezik az egészet, lefóliázzal leszigetelik, és egy ilyen kis szélfogó leárasztéket építenek mellé, hogy az ajtója az közvetlen kinyílik a szabadba, hogy egy kis árnyék legyen ott. Hát most nagyon jól fog kinézni, már látom előre, hogy és mire fogják használni, polgármester úr? Igazából ez egy ilyen találkohely. Nagyon mind a régen a klubhelyiségek voltak. Minden heti 2-3 alkalommal itt a fiatal és a középkorosztály összejön. Van, amikor 15-20-an is vagyunk, van, amikor csak 4-5-án. Aztán például tegnap este a meccset néztük. Azért jöttünk ide. Valaki mindig dob föl valami italt, vagy üdítőt, vagy valamit, azt elfogyasztuk, vagy az Erzsi, a házigondozó hölgy, az nagy szakács, és akkor tegnap kukoricát pattogtatott, van, amikor meg gasztenyét sült. Tehát igazából megvan a maga kis ázsiójának, a helységnek, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy elmondtad. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!